Konferencia az önkéntességről, sikeres a hegyvidéken elindított önkéntes program. Látni és látszani, ősszel akár 20%-kal is nőhet a közúti balesetek száma. A rendőrség ismét kampánnyal hívja fel a figyelmet a megváltozott útviszonyokra. Aki a virágot szereti, virágkiállítás, virágkötészeti verseny és arborétum bejárással várják az érdeklődőket a 21. őszi kertészeti napokon. A budai híradót látják 19 órakor. Jó estét kívánok! Az ország legtávolabbi részéről is érkeztek résztvevők a MOM Kulturális Központban megrendezett Aktív Időskor című konferenciára, amelyen az önkéntesség fontosságára hívták fel a figyelmet. Pokorni Zoltán a hegyvidék polgármestere szerint a kerületi önkéntes programban elért eredmények biztatóak. Becslések szerint a fiatalabb magyar nyugdíjasok, vagyis a 65-75 éves korúak mintegy harmada rendszeresen részt vesz önkéntes segítségnyújtásban. Az általuk segített, támogatott korosztály a náluk még idősebb emberek csoportja, akiknek gyakran ők jelentik a kapcsolatot a világgal. Ennek a fontosságáról beszélt az egyik legnagyobb magyar pszichológiai szaktekintély is. A szeretet kifejezésének az egyik legbiztosabb jele, hogy jelen vagyok, a jelenlét. Mondhatnám a megszentelt jelenlétet, mert tényleg megszentelt. Nem csinálsz semmit, jelen vagy, ott vagy. A professzorasszony előadásában arról is beszélt, hogy a törődést, a figyelmet adó emberek is sokkal jobban érzik magukat mentálisan és ezáltal fizikailag, hogy valakinek segíthetnek. A Szépkorúakért a Hegyvidéken program vezetője is ezt tapasztalta. Én azt látom az időseinknél, akik 65 és 75-76 évesek, tehát ez a korosztály között mozognak, hogy ők maguk valóban nagyon jól érzik magukat ebben a helyzetben. Jó dolog az elmondásuk szerint is örömet szerezni másoknak, és tudják azt, hogy a náluknál idősebbeknek mennyire fontosak ők. Ők jelentik azt a fajta társas kapcsolatot, azt a fajta emberi kapcsolódást, amelyet sok esetben a család önhibáján kívül nem tud megtenni. Vagy akár önhibájából is, de attól viszont nem lenne szabad, hogy az időst hátrány érje. A hegyvidéken különösen fontos az idős emberekről való gondoskodásnak az a része is, ami a törvényeken előírton túl is az önkormányzat támogatását élvezi, hiszen az országban itt élnek a legtovább az emberek, és emiatt az élet szinte minden területén körültekintőbben kell tervezni a városvezetőknek a jövőt. Itt látom a főépítészünket a sorban, akinek dolga, hogy például úgy szervezzük meg az utak átalakítását, a járdák vonalvezetését, hogy ne a gyalogosnak kelljen lelépnie, amikor a mellékutca keresztezi a főutcát, hanem az autónak kelljen följönnie, és a gyalogos számára a járda az folyamatos legyen. Ez fontos a kismamáknak is, akik babakocsival mennek, vagy a gyerekeknek, akik rollerrel, de ők mondjuk ellennének amúgy is, de nagyon fontos az időseknek, a 80-90 év fölöttieknek, hogy ne állítsunk eléjük folyamatos akadályt. Az ápolásra, a törődésre szorulók és az önkéntes segítők egymásra találását segítheti az a pályázat is, amelynek 14 milliárdos keretösszegéből kaphatnak támogatást az érintettek. És az egyik választható tevékenység itt a pályázat során az az, hogy önkéntes koordinátorokat lehet finanszírozni ennek a pályázatnak a segítségével, hiszen sokan találkoznak azzal, hogy rendben van, hogy néhány ember a szabad idejét nem kímélve, odaadó módon, áldozatokat hozva igyekszik egy civil szervezetnek az életében részt venni, ugyanakkor ha egy ember tudnak fizetni és alkalmazni arra, hogy toborozza ezeket az önkénteseket, koordinálja ezeknek az önkénteseknek a tevékenységét, akkor nagyságrendeket tudnak előrelépni, nagyságrendeket tudnak ugrani az önkéntes tevékenységnek a tekintetében. A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet jószolgálati nagykövete Lévai Janikó saját tapasztalatait osztotta meg a résztvevőkkel, többek között arról, hogy a segítség áldozatokkal is járhat. Az önkéntes munka az egy szolgálat, de sokan, akik megkeresnek bennünket, különösen a fiatalok részéről, amikor elmondjuk nekik, hogy bizony önmagának is áldozni kell rá, akár anyagilag is. Tehát ahhoz, hogy egy külföldi munkára ki tudjon menni egy fiatal, azt nem tudjuk meg, tehát ez egy segélyszervezeti turizmus. A segítők áldozatvállalásról, lehetőségekről és szakmai kérdésekkel kapcsolatban is nagyon sok választ kaptak a hegyvidéken most első ízben megrendezett szakmai találkozón.
Sikeresnek ítélem meg ezt a konferenciát. Már azáltal is sikeresnek, hogy nagyon sok érdeklődő eljött, jelentkezett a konferenciára, és nagyon komoly előadók tiszteltek minket azzal, hogy elfogadták felkérésünket. A konferenciát támogató hegyvidéki önkormányzat és a szervezők szerint az önkéntességről szervezett konferenciának lesz folytatása. Ha nem nő a 3-as metróvonal infrastruktúrális felújítására szánt keret, akkor az állomásokat nem újítják fel, ezt mondta a pénteki Budapest Infón a főpolgármester. Tarlós István ismertette, az állomások felújítására beérkezett ajánlatok olyan magasak, hogy erre nincs fedezete a fővárosnak és a BKV-nak. Így néznek majd ki a 3-as metró felújított szerelvényei. A prototípust néhány hete mutatták be. A tervek szerint ez a szerelvény akár már 2017 tavaszán üzembe állhat. Az azonban kérdéses, hogy a 3-as metró állomásait is korszerűsítik-e. Tarlós István főpolgármester a pénteki Budapest Infón azt mondta, ha a támogatási szerződésben rögzített 137,5 milliárd forint marad a plafon, akkor el kell hagyni az állomások felújítását. Az eddig beérkezett ajánlatok ugyanis túl magasak, amire, mint mondta, nincs fedezete a fővárosnak és a BKV-nak. Nekünk az a feladatunk fővárosnak, hogy biztonságos állapotba hozzuk a 3-as metrót, és biztonsággal gondoskodjunk az utasok szállításáról. Miből tudtunk kiindulni? Ha a szerelvények fel lesznek újítva, az alagút fel lesz újítva, a sínek fel lesznek újítva, a biztonsági berendezések fel lesznek újítva, és az áramellátó rendszerek is, ami ráadásul fejlesztés és az unió szereti, akkor a biztonságos közlekedésről gondoskodtunk. Ha önhibákon kívül a fedezet kevesebb lesz, akkor mi az egyetlen, amit el lehet hagyni? Sajnos az, ami a szerelvények mellett a leglátványosabb, az állomások kiglancolása, amitől viszont senki nem hal meg. A Metróért Egyesület elnöke szerint az állomások részleges felújítására, például a szellőző berendezések vagy a mozgólépcsők cseréjére mindenképpen szükség van. Az esztétikai felújítást, ha elhagyjuk, hát annak az a következménye, amit a főpolgármester úr mondott, nem lesz csili-vili metrónk, az attól még egy biztonságos metró lehet. A főpolgármester azt is mondta, 2017 márciusában még elkezdődhet a metró felújítás. Drágult a tankolás, a gázolaj árát 2 forinttal emelte a MOL pénteken, így a gázolaj literéért 359-360 forintot kell fizetni, a 95-ös benzin ára 346-347 forint maradt. Az üzemanyagok ára legutóbb szerdán változott, a gázolaj ára bruttó 5, a benziné bruttó 3 forinttal nőtt. Az őszi-téli időszakban akár 10-15%-kal is megemelkedhet a személyi sérüléssel járó balesetek száma. Sok esetben a téli gumi hiánya, az autó nem megfelelő kivilágítása és a sofőrök látás problémái miatt következnek be a balesetek. Erre hívja fel az autóvezetők figyelmét a rendőrség Látni és Látszani elnevezésű kampánya. Az akcióhoz csatlakozó optikákban ingyenes látásvizsgálattal, az autószervizekben pedig műszaki állapotfelméréssel várják az autósokat. Kezdődik a nagyüzem az autószervizekben, sokan már most lecserélik az autójukon a nyári gumikat. A szakemberek szerint ez éppen időszerű, ugyanis egyre hidegebbek az éjszakák, és 7 fok alatti hőmérséklet esetén csak a téli gumi biztosít megfelelő tapadást. Ha valaki télen is a nyári gumit használja, nem csak saját magát, de másokat is veszélybe sodor. Hirtelen fékezéskor ugyanis jelentősen megnő a fékút. A nyári gumik cseréje mellett persze sok minden másra is oda kell figyelni az őszi-téli időszakban. A tapasztalatok szerint ugyanis 15-20%-kal is növekszik a személyi sérüléssel járó balesetek száma. A jellemző baleseti okok ilyenkor az utoléréses balesetre vezethetőek vissza, nem tartunk előkövetési távolságot, illetve olyat tartunk, amilyet nyáron megszoktunk, holott ilyenkor már kicsit lassabban áll meg az autó, utolérjük az előttünk fékező kocsisort, belehajtunk egy tilos jelzésnél várakozó kocsisorba, nem tudunk megállni egy elsősegi helyzetben. Ez még az is hozzájárul, hogy a járművek egy jelentős része nincs megfelelően kivilágítva, nem megfelelően működnek a világító berendezései, nehezebben észleljük a közlekedési szituációt, és erre később reagálunk. Ha ez még az is hozzájárul, hogy nem is jól látunk, vagy nem tökéletesen látunk, akkor ez tovább fokozza a kockázatot. A rendőrség Látni és Látszani elnevezésű kampánya is éppen az autók megfelelő kivilágítására és az éles látás fontosságára hívja fel a figyelmet.
Az akcióhoz csatlakozó optikákban bárki ingyenesen ellenőriztetheti látását, a kampányban résztvevő autószervizekben pedig szintén díjmentesen vizsgálják át a kocsikat. Most már 5. éve szervezzük ezt a kampányt a támogatóinkkal közösen. Hozzá kell tegyem, hogy Németországban 60 éve csinálják ugyanezt, és úgy találják, hogy még mindig van mit a német járművek műszaki állapotán javítani. Nyilvánvaló, hogy Magyarországon is így van ez. Az elmúlt 5 év arra adott bizonyítékot, hogy évről évre növekedett azon járművek száma, amit ennek a kampánynak a keretében elvittek egy ilyen biztonsági átvizsgálásra, és az optikusoktól is azt a visszajelzést kapjuk, hogy évente növekvő számmal veszik igénybe ezt az egy hónapig tartó ingyenes látásvizsgálatot. A kampányban résztvevő szervizek és optikusok listája a www.látniéslátszani.hu oldalon is megtalálható. Szombaton kezdődik a 14. hegyvidéki fit parádé. A Momsportban 60 sportág több mint 2000 versenyzője mutatkozik be. A Diák Olimpia mellett Skander világkupa verseny és street workout párba is várja az érdeklődőket. Vasárnap pedig a szépség áll majd a középpontban, a Fit Model World verseny mellett a Fit anyukák versenyét is megrendezik. A rendezvény hegyvidék kártyával ingyenesen látogatható. Ma nyílt meg a 21. őszi kertészeti napok. A Szent István Egyetem, azaz a Villányi úti Kertészeti Egyetem területén szervezett programok között tudományos tanácskozások, arborétumbejárás, valamint virágkiállítás és virágkötészeti verseny is várja az érdeklődőket. Egy magyar virágkötő, Mezőfi Tamás néhány hónapja nyerte meg a kontinens legjobbjának járó Európa kupát Genovában. Noha a bajnok nem volt jelen, ezeknek a fiataloknak nagyon jó inspirációt adhat az ő eredménye is, hiszen azt jelzi, hogy a magyar virágkötő kreativitása, kísérletező szelleme nagyon jó irányt vett. Ezek a fiatalok itthon is, a magyar kupán, magyar bajnokságon, bemutatókon mindenütt arra törekednek, hogy minél izgalmasabb, újszerűbb, nagyszerűbb megoldásokat találjanak ki. És így fejlődik a virágkötészet is, és én azt hiszem, boldog vagyok, hogy látom ezeket az embereket, hogy így törekednek, akár könyvet írnak, vagy újabb és újabb csokrokat készítenek, formákat készítenek, versenyeken vesznek részt, és most itt, amit látunk, talán ezek közül a fiatalok közül is már most van jó pár, aki már sok verseny nyert. A Kertészeti Egyetemen rendezett virágkötő versenyen most csak fotós szakértőként résztvevő Szabó János több alapmű szerzője. 40 éve köt virágot, és akkor kezdte ezt a művészi munkát, amikor még csak mohagolyóba tűzhették a virágokat. Most arra sokkal több alapanyag és háttérinformáció áll rendelkezésre. A közönség ízlése is megváltozott. Tehát egyre több műsor van most televízióban vagy bárhol, amelyek a virágkötészettel, asszalterítéssel és egyéb olyan szép, esztétikus megjelenéssel foglalkoznak, ami inspirálja a virágkötőket arra, hogy még szebbet készítsenek, illetve a vásárlók igényeit is még jobban fejleszti. A virágosok tapasztalatai szerint a vásárlók egyre nagyobb része már csak alapanyagot, azaz vágott virágot vesz, és otthon ő maga állítja össze a megálmodott csokrát. A ma a Kertészeti Egyetemen versenyző fiatalok viszont a művészi virágkötészet nemzetközi kritériumai szerint próbáltak megoldani feladatokat, amelyek a kegyeleti naphoz és az őszi lakás, illetve asztal díszítéshez kapcsolódtak, valamint egy kukorica alapanyagú térkompozíciót is el kellett készíteni a versenyzőknek, akik részben olyan középiskolákból jöttek, ahol hamarosan megszűnik a virágkötészet oktatása. Az egyetemen még tanítják el művészi munka alapjait. Szerencsés, hogy még mindig tanulhatják a virágkötészetet, ugye már különféle, mondhatni átszervezések és egyebek miatt. Ez eredetileg úgynevezett választható vagy fakultatív tárgyként indult el, utána lehetett kapcsolni egy olyan főtárgyhoz, ami ez igazán illet, nálunk ez a dísznövénytermesztés és dendrológia tantárgy volt, és most megint választható tárgyként működik. A képzések átalakítása miatt egyre inkább hiány szakmává váló virágkötészet ifjú versenyzőit díjakkal és alapanyagokkal is támogatják a virágosok. A szakma nagyon segíti ezt a területet, hisz aki látja ezt a termet, hogy itt mennyi virághanyag van, ezen kívül mennyi olyan élő növény, akkor érzékel, hogy ennek roppant nagy értéke van, de a szakma még azzal segíti, hogy külön díjakat is felajánlanak, de felajánlanak az itt megjelenő művészek.
A 21. őszi kertészeti napokon ugyanis több fotó, fafaragó, festő és képzőművész tárlatát is láthatják, akik legjobb virágos témában alkotott műveikkel üzentek a látogatóknak. A vasárnap késő délutánig tartó rendezvényen a budapesti kertbarátkörök is kiállítanak. Adásunkat honlapunkon a www.hegyvidéktv.hu weboldalon is megnézhetik. Legyen kellemes a hétvégéjük, viszontlátásra!